Halas Termál, termálfürdő, uszoda és kemping. Próbálja ki ön is csipke gyógyvizünket, ízületei hálásak lesznek ezért az élményért. Frissüljön, gyógyuljon a halasi csipke városában Kiskunhalason, a Halas Termálfürdőben. Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Ma este itt két olyan ember ül a stúdióban, aki nagy valószínűséggel strandpapucsban és rövid nadrágban simán leélné az életét. Közülünk egyiküknek, Szabó Tamás búvár oktatónak ez meg is adatik. Szervusz Tamás! Szia, üdvözlöm a nézőket! Aki ismert téged itt Kiskunhalason, nagyon jól tudja, hogy egy környezetvédelemmel is foglalkozó cégnél, hulladékgazdálkodással foglalkozó cégnél voltál vezető beosztásban. Aztán lehetett látni, hogy elindultál a Camino-ra, végig bringáztad Európát. Aztán kájtoztál, szörföztél, mindent kipróbáltál, fatbike-oztál, mountainbike-oztál, majd egyszer csak néztük a közösségi oldalakon, hogy búvárkodsz. Mérnökként hogyan jut el az ember, hogy strandpapucs nélkül élheti az életét egyszer nadrágba vagy búvárfelszerelésbe? Igen, ez egy elég érdekes történet. Tehát én környezetmérnök végzettségű vagyok, Kiskunhalason dolgoztam durván 10 évig, utána elkerültem Kiskunhalasról, két nagy multinál dolgoztam az országban, és igazából sajnos rá kellett jönnöm egy olyan 10-11-12 év után a szakmába, hogy ez nem nekem való. Nem éreztem azt a megbecsülést, amit én beletettem abba a munkába. Úgy éreztem, hogy akármennyire szeretem a szakmámat, teljesen mindegy, mennyit tanultam, talán még eredményes is voltam benne, de muszáj váltanom. És akkor igazából 10 pár év munka után én arra jöttem rá, hogy én nekem el kéne mennem a világba egy fél évre valahova kirándulni, csak föltöltődni, és akkor megtalálni a helyemet, hogy mit szeretnék csinálni, hazajövök, és majd az leszek, amire gondoltam. És akkor ez egy nagyon hosszas, egy-két hónapig tartó húzavona volt magamban először, csak szerettem volna minél többet távol lenni. Tehát először úgy volt, hogy kimegyek Ázsiába, utazgatok egy fél évet, és hazajövök. De aztán rájöttem, hogy hogy tudnék még tovább kint lenni, vagy esetleg hogy tudnék olyan munkát találni, amivel kint boldogulhatok is. És ahogy mondtad, a vízfelszínen elég sok minden sportot kipróbáltam már, és mondom, ez egy folyamat volt, mire eljutottam oda, hogy mi lenne, ha búvárkodással foglalkoznék. És akkor elkezdtem keresni a világban olyan búváriskolát, aki elérhető, magyarok számára elérhető áron a zéróról, mi ezt úgy hívjuk zérótól híró, tehát a nulla búvárkodási számtól búvároktatóig el tudnának engem, meg az oktatást biztosítanák. És akkor így jutottam, először úgy volt, hogy a Fülöp-szigetekre megyek, de aztán Mexikóba találtam egy ilyen búváriskolát, és akkor ott kezdtem el a képzéseimet. Nagyon érdekes volt, amikor Messengeren rád írtam, hogy bejönnél-e ide a TV stúdióba. Az első félelmed az volt, hogy a nézők nehogy azt higgyék, hogy egy ilyen gazdag gyerek elment valahová búvárkodni. A te helyzetedben mennyire volt rögös ez az út, és mennyire kellett, hogy mondjam, magadra utaltnak lenni, teljesen ismeretlenül, nem biztos, hogy a legtöbb pénzzel, hanem munka mellett tanulni, és azt a célt elérni, amit kitűztél magad elé? Valóban nem számítok gazdag gyereknek. Én az anyagi forrását úgy tudtam megteremteni, hogy az utolsó évben, amikor Budapesten dolgoztam egy multiban, azt hiszem én olyan szeptember, október, november magasságában döntöttem azt, hogy nekem itt kell hagyni a céget. Én akkor még egy nap szabadságot nem vettem ki, és volt egy hónapnyi szabadsági pénzem, meg volt az utolsó havi pénzem, volt valamennyi tartalékom, meg talán még kaptam egy másfél havi bért, és akkor ez volt az induló összeg. Amikor Mexikóban megtaláltam ezt az iskolát, akkor az ottani oktató azt mondta, hogy körülbelül ebből a pénzből ki fogunk tudni jönni, és elindultam. Elindultam az utamon. Nem volt egyszerű, tehát úgy volt, hogy Mexikóban kezdtem egy 3 hetet, utána ott találkoztam hátizsákos búvárokkal, és mondták, hogy Honduras az egyik világ egyik legjobb helye.
ami aránylag közel van Mexikóhoz, és akkor úgy döntöttem, hogy először kerestem ott egy nyilván online egy olyan iskolát, aki vállalta, hogy a utolsó pár képzésemet elvégzi, és akkor fogtam a kis hátizsákomat, és elindultam. Nem volt magányos az este? Nem volt néha kétségbejtő a helyzet, hogy messze van az otthon, messze van a édesanyád, messze van meg a barátok? Egyedülálló fiú voltam, férfi voltam, tehát én nekem a magány az utitásom, nem tudom, nem. Meg útközben mindig találkozol valakivel, tehát ezért egy csodálatos dolog a mi szakmánk, mert nap mint nap a világ bármely tájáról találkozol, hát ügyfeleknek hívjuk, tehát akit meg kell tanítani merülni, vagy akit vinni kell merülni. Tehát nem, én mindig emberek között voltam. De egyébként nekem a egyedül lét se okoz problémát. Ameddig internet van, meg laptopon van, én el vagyok. Mutatunk egy fényképet a munkahelyedről. Roatán, mit lehet róla tudni Hondurasban? Honduras Közép-Amerikában található, Mexikó alatt egy-két országgal. Ők, hát, teljesen más világ, mint egy európai ember számára, de ez egy kicsi sziget, olyan 45 kilométer hosszú. Leginkább amerikaiak, kanadaiak járnak ide. 3 órás repülőúttal elérhető Houstonból, tehát elég egyszerű Amerikából jönni. Turista paradicsom, búvár paradicsom, a világ második korallzátonya, ausztrál nagy korallzátony után, mivel hogy gyakorlatilag körben a sziget körül egy zátony található. Itt már lent vagy a víz alatt. Mennyi idő volt számodra, amikor azt mondtad, hogy no most már biztonsággal merülök? Tudod, próbálok szerény maradni, de én nekem ez elég hamar. Egy 10 merülés után én már elég jó voltam. Mire kell figyelni? Mit kell tisztelni kell a vizet. Tisztelni kell a vizet, és nagyon fontos, hogy betartsuk a szabályokat. Tehát én nagyjából mindig is szabálykövető voltam, főleg a munkámban. Nagyon fontos az, hogy jó képzést kapjál, és úgy csináld, ahogy kell, és betarts minden szabályt. És amikor oktatsz, erre kell oktatni a tanulókat is, hogy mindig tudd, hogy hol a limit, mik a határaid. Például, hogyha 12 méterre vagy képesítve, mint egy búvár, ne menjél le 40 méterre, mert az egy teljesen más dolog. Volt már gond lent? Volt. Fönt is. volt. Miket kellett elhárítani? Amit nem lehet megtanulni, hanem az élet ott rákényszerített. Ez nagyon, tehát a pánik az, ami a legveszélyesebb odalent, mert tehát a víz alól nem tudsz csak úgy följönni. Föl tudsz jönni, de nagyon beteg leszel. Ezt hívják egyszerűen keszonbetegségnek. Tehát amit mi belélegzünk pont most, ez oxigén és nitrogén, és a nitrogén a szervezetedben csak bent van, az oxigén egy égés van a testedben, az kijön, bemegy, de a nitrogén az csak bent van a vérrendszeredben. És tehát ahogy lefelé mész, a nyomás növekszik, ahogy fölfelé mész, csökken. Úgy kell elképzelni, hogy van egy ballon, egy lufi, leviszed, kicsi lesz. Fölviszed, megnő. Na most ugyanezt történik a nitrogénnál a vérrendszeredbe. És ha túl gyorsan emelkedsz, ez kitágul, és el tudja a vérrendszeredet tömíteni. Ezt hívják keszonbetegségnek. Ez egy elég nagy probléma tud lenni. A másik nagy probléma, sokaknak nagy kihívás, amikor ugye maszkot viselünk, és a maszk általában be tud folyni a víz, és tanítjuk a maszk, hát nem tudom, maszk tisztításnak a technikáját, tehát hogy tudod a vizet, hogyha bemegy a maszkba. Így van, ez egy nagyon egyszerű dolog, de nagyon sokan ettől tudnak bepánikolni. De ezt mi, tehát azelőtt, hogy lemegy... Igen, mert szájon átveszed a levegőt, és közben meg orra... Orrodon, igen, tehát szájon be, és akkor orrodon kell kilélegezni, de közben nyomni kell a tetejét a masznak, hogy legyen egy kicsi levegő az orrod alatt, és ahogy kilélegzel, azon a kis lukon ki fog menni a víz. Teljesen egyszerű fizika, nem mindenkinek sikerül, illetve addig kell gyakorolni a medencébe vagy a sekélyvízbe, ameddig ez megy, és utána tudunk lemenni. Ez szokott lenni, ez a leginkább problémás. Nagyon szép szakmád van, és egyben szép, ám de veszélyes helyen dolgozol. Mutatunk rögtön egy felvételt, ahol feltűnik egy cápa.
No, hát egy alföldi gyerek nem igazán szokik ahhoz hozzá, hogy cápák között úszkál. Milyenek voltak az első találkozások a cápákkal? Rögtön látjuk is vadászat közben. Hát ez az a videó, miután anyukám két hétig nem nagyon akart velem beszélni. Az első videót azt láttuk, hogy egy tüskés ráját kergetett egy pöröly cápa. Tehát én úgy volt, amikor megláttam az uszonyt a víz felszínén, akkor én ugrottam be a GoPro-val, és mindenki mondta, hogy hát a magyar gyerek az kifelé ugrik a vízből, mikor cápát lát, de ők nem akarnak bántani. Tehát ő például egy dajkacápa, a világ egyik legbékésebb cápája, Hondurasban nagyon népszerű, gyakran találkozhatunk vele. Ők ilyenkor napközben általában keresnek egy ilyen homokos, puha részt, és akkor itt csak pihengetnek. De ők nem is, szerintem még foguk sincsen, ők planktonokat esznek, vagy tehát ők nem, jó azért van foguk, de ők nem, tehát azt kell tudni, hogy a cápa nem akar támadni emberre. Sokkal több ember hal meg attól, hogy a kókuszdió a fejére esik, mint hogy cápa támadja meg. Az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritka, hogy valakit cápa megtámadjon. Hogyha valakit cápa támad meg, az valószínű azért van, mert úgy valami viselkedik? Vagy olyan helyzet? Olyan helyzet adódik. Például én azt hallottam, Egyiptomban volt egy-két cápa támadás. Állítólag azért mentek a part felé, mert ott egy hajó elsüllyedt, ahol birkákat vagy valamit szállított, és a dökhúsra oda szoktak. Tehát ahhoz, hogy egy cápa támadjon, azért az nagyon, nagyon ritka. Nagyon ritka. Környezetvédelemmel foglalkoztál. Milyen szabályok vannak, amely mindenkire vonatkozna, ha turista, ha búvár tanuló, ha búvár oktató a tengerben? Ne nyújj semmihez. Tehát ez alapszabály. Mi emberek, mi nem tartozunk a tenger alá, mi ott vendégek vagyunk. Tehát alap, hogy nem nyúlunk semmihez, még egy kagylót se veszünk fel. A kagyló az is az óceán része, a biocenózis része, az ott el fog szépen bomlani, vagy összetörik. Az óceánnak szüksége van ilyen tápanyagokra. Egyrészt azért nem nyúlunk semmihez, mert nem. Másrészt nem tudjuk, hogy mi az, ami szúr, mi az, ami mérgező, mi az, ami ártalmas ránk, és mi az, ami ártalmas. Ebben az esetben mit mondasz a tanítványnak, hogyan kell viselkedni? Tehát ez egy cápamerülés Honduraskor. Tehát itt, amikor a cápáknál vagy a legfontosabb, hogy ne mozgasd a kezed, ne úsz keresztbe a cápánál, ők, ez a fajta cápa annyira nem szereti a buborékot, van olyan, aki kedveli, ők a cecápák, a vérsák, de ezeknél a cápáknál ne úsz keresztbe, ne mozgass kezed, lábad, csak maradj stabil. Van nálatok ilyenkor valami szigonykés, mert az ember filmekben ezt látja. Persze, tehát a kés nélkül nem mehetsz le, de a kés azt mi úgy hívjuk, hogy cutting device, ez egy vágó eszköz, tehát nem cápatámadásra van, nagyon sok ilyen kés tompa, tehát mi nem szúrunk, nem ölünk, nem csinálunk semmit, ha azért van, ha begabajodsz egy hálóba, ki tud magad szabadítani. De mi senkit nem bántunk, nem... Mennyi idő alatt lehet megtanulni? Merülni 2,5 nap. Egyébként egy három óra alatt, egy három órás úgy hívják, hogy tehát így, nem tudom magyarul, elnézést kérek, nem tudom, hogy hívják, de az a lényeg, egy próbamerülés, hívjuk így, tri-scuba, próbamerülésnek hívjuk, fél óra elmélet. Eldől, hogy bírja egyáltalán lent? Vagy pánikol mindenki azonnal? Bírja, tehát mindenki alkalmas erre, de az ahhoz, hogy le tudj menni a víz alá, kell egy pici elmélet, amit most nagyjából buborékot elmondtam, a nyomáskülönbséget. Van 3-4 gyakorlat, amit alapvető a maszktisztítás, a levegő megosztás, hogyha elfogy a levegőd, alap dolgok, és utána 12 méterre le lehet menni oktatóval. Először van valami kötél, amiben kapaszkodni? Igen, ez nagyon fontos. Az első pár merüléskor kötélen megyünk le. Ennek az az oka, mert a nyomáskülönbség van, és a fülünkben van egy levegőcsatorna kint, nagyobb a nyomás, mint bent, és a nyomás nyomja a füledet belülről. Hallójáratot belülről. Igen, köszönöm. És az a lényeg, hogy ki kell egyenlíteni. Úgy hívjuk, hogy equalizing. Van három módja, be kell fogni az orrodat, kifújod az orrodon a levegőt, bárki megpróbálhatja most. Nézők, fogjuk be az orrunkat, fújt ki a levegőt az orrodon, és érezzük, hogy kipoppan a füled. Füled hogy bírja? Halláskárosodás? Mert azért sokat vagy víz alatt.
hozzászokik a füled, nem egy veszélyes dolog. Vannak, akik sokkal érzékenyek rá, vannak, akik nem. Akkor van probléma, amikor van egy fülgyulladásod. Nekem sajnos több ilyen volt, amikor fülgyulladásod van. Ez a fülcsatornád összeszűkül, és nem fogsz tudni kiegyenlíteni, és akkor nem lehet merülni. Szerintem sokan irigykednek majd most rád, mert delfinekkel úszkálhattál. Mennyire barátságosak? Mert nekünk egy olyan kép van róluk, hogy mindig a delfin az egy ilyen kis cuki. A delfinek cukik, ők nagyon jók, tehát nekem az első delfin, vaddelfin merülés az az volt, hogy két merülés között, az annyi, hogy két merülés között mi eltöltünk durván egy 45 perc, egy órát a vízfelszínen, mindegy, ameddig a nyomás visszamegy a testedbe a normálisra, és ez idő alatt mi láttunk, vaddelfinek úsznak valahol. Ilyenkor mit csinál az ember? Fogja a maszkot, az uszonyt, meg a GoPro-t, és beugrik a vízbe, és reméli, hogy majd a delfin kiválasztja pont őt, és van esélye játszani vele. Nekem megadatott ez. Köszönöm az anyatermészetnek, kiválasztottak, és játszottunk egy jót. Nagy élmény, nem? Nagy. Nagyon gyorsak, nagyon aranyosak, nagyon érdeklődőek. Csodálatos lények. Említetted, hogy szeretnél majd egy vlogot indítani, ahol egy picit bemutatni a tengeri élőlényeket. Van egy felvétel egy különleges halról, amely hát néha teljesen beleolvad a háttérbe, a tenger aljába. Ezt is megmutatják a kollégák. Milyen hal ez, miért tartottad fontosnak, hogy megismerjük? Megnézzük, hogy miről van szó. Jó. Igen, tehát ez egy éjszakai merülés felvétele, őt nem tudom a magyar nevét, Tóth Fishnek hívják, ha látja, a szakála azzal pecázik, mindjárt be fog kapni egy kis halat, nem tetszik neki, meg is volt. És kiköpi. Meg talán kicsi volt. Ő egy nagyon vicces hal, éjszaka ilyen békakurutyolás-szerű hangot hallat, de így vadászik, hogy kirakja a kis szakálát, és azzal csalogatja oda a halakat. De nem olyan egyszerű őt megtalálni, ő nagyon rejtőzködik. Van felvételed Murénáról. Na, ő azért megint egy veszélyesebb faj, hiszen elég durva harapásokat tud véghez vinni, hogyha az ember szintén nem tartja be a szabályt és fogdos valamit. Igen, ő egy nagy zöld muréna. Igen, ő nekik elég erős a harapások. Egyébként kicsit félelmetesnek tűnik, de egyáltalán nem az, ha tiszteljük a környezetet. Tehát itt is látszik, elúszik mellettünk. Ők ilyen tátokba lélegeznek, tehát amikor csak olyan, mintha csattottatná a száját, ő igazából csak lélegez, nem akar bántani. Ami Hondurasban különösen veszélyes lehet az, hogy mi Hondurasban tűzharra vadászhatunk szuronnyal, mert a tűzhal egy nagyon kártékony hal a zátonyra. Viszont hogyha halászunk, vagy szigonnyal vadászunk tűzhalra, a sok buta búvár etette a murénát ezzel a hallal. Tehát követi az embert, és számít némi csalira. És volt egy búvártársam, akit megharapott, és ez egy nagyon-nagyon csúnya harapás, több öltéssel. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy nekünk, embereknek nem szabad megváltoztatni a vízi élőlények szokásait. Tehát például Tájföldön még egy dinnyemagot se dobhatunk a vízbe. Nem kéne, mert oda jön a hal, és megváltoztatjuk a szokásait. Tehát etetni tilos. Ő kicsoda? Ő egy grouper, amit látunk, tehát van sügél, tehát amit látunk, ez egy cleaning station. Látszik, hogy a kis halak leeszik a parazitákat, illetve leeszik az elhalt pikkelyeket, vagy bőrréteget a halról, ilyenkor megengedi, kinyitja nagyra a száját, és megengedi, hogy a kis halak bevásszanak a szájába, és gyakorlatilag tisztítják belülről. Van egy olyan tengeri lény, amely nemrég egy ausztrál természetvideós vagy műsorvezetőnek a halálát okozta, ez pedig egy rája volt, amely átdöfte a szívét. Ráják között úszkálni, mit mondasz a tanulóknak? Hogyan kell? Miként kell? Mert nem kevés van belőlük. Ők igőré, tehát őneki nincs tüskéje a farka végén, ami azt a tragédiát okozta, az egy tüskés rája volt, nyilván ő közel ment, tehát ő azért kereste a bajt, illetve ő azért egy tudós módon közelítette őket, tehát az első reakciója minden állatnak a víz alatt, hogy elmegy.
Tehát bármi konfliktus van az élőlénnyel a víz alatt, az csak is a búvár hibája lehet. Nagyon fontos, én nekem is volt olyan család, találtam egy cápát, ők ahogy láttuk is, ők általában rejtőzködnek a tengerfenéken, és lenni kell mindig egy menekülő útnak a halnak. Tehát ha ő úgy gondolja, hogy el akar menni, hadd menjen. Nem szabad beszorítani. Nem szabad beszorítani. Az az első reakciója, hogy elmegy. Ha nem hagyjuk, hogy nem adunk menekülő utat, akkor a saját maga védelmében esetleg kitörközülünk, de senki a víz alatt, senki nem akar emberre támadni. Bármi történik, az csak is az ember hibája lehet. Vagy a megváltozott körülményeké. Nagyon érdekes. Teknős lakmározik. Milyen különleges állat volt, amire te magad is rácsodálkoztál, hogy no, ezt jó látni? Ez az egyik kedvenc videóm, ez a legaranyosabb videó, amit valaha készítettem. Ez egy hosszabb, nyilván most egy rövidet fogunk látni. Ez egy flander, egy lepényhal, a másik valamilyen fajta rák. És a lepényhal próbál barátkozni ezzel a jószággal, követi, és előbb-utóbb azt gondolja a rák, hogy én nem szeretném ezt a barátságot, és elásom magam. Ez a flander, ez a kis lapos, hívjuk lepényhalnak. Nem vadászik? Haverkodik? Látjuk a testbeli különbséget, nem, ő szerintem haverkodik. Én nem vagyok tengerbiológus, tehát ha valamit rosszul mondok, elnézést kérek, de ő barátkozni szeretne. Én nagyon kedvelem ezt a lepényhalt, nagyon gyorsan és nagyon szépen változtatja a színét. Tehát a víz alatt az első számú védekezési mechanizmus az a álcázás. És ő is nagyon, tehát itt most szürke, de egyébként ha színes a korál, akkor ő színes lesz. Mutatunk rögtön egy olyan felvételt is, amikor hal visz halat, és kihasználja a hal azt, hogy ti lementek búvárkodni. Igen, hát ez megint az, hogy amit nem kéne tennünk, nem tartozunk a vízi élővilághoz. Ez megtörtént volna, de ez a snapper, úgy hívják ezt a szürke halat, a másik, hát gyerekek ne figyeljenek, a Finding Nemo-ból a Dory, egy kék hal, az történik, hogy a vadászhal követi éjszaka a búvároknak a lámpáját. Jó a látásuk, de követi a lámpafényt, és ahol meglátja a halat, ott lecsap. És nagyon nem néz ki jól, ahogy ezt elpusztítja és megeszi, de ez a természet része. Nem kéne beavatkoznunk az élővilágba. Jöjjünk fel vissza a felszínre, és dekompresszió is megtörtént menet közben. Mennyivel másabb volt neked magyarként ott kint Hondurasban? Mivel másak a hondurasi emberek? Esetleg a te viselkedésedben, vagy a te szokásaidban mit tartottak ők furcsának? Én mindig, hogyha volt egy csoportunk, mindig azt kérdezték az első, hogy merről jöttél. És akkor mindig elmondtam, hogy én vagyok az egyetlen magyar búvár a szigeten, tehát a legjobban meg a legrosszabb magyar búvárral fogsz találkozni, aki a szigeten van egyszerre. Nekünk, nyugat-európai embereknek, én azt mondanám nagyon egyszerűen, hogy nekünk ők egy kicsit vadabbak. Tehát azt kell elképzelni, hogy ez Közép-Amerikában egy sziget, és teljesen más az oktatás, az edukáció, nincs főiskola, nincs egyetem. Ők ott nőnek föl, de civilizáltak, nincs ezzel semmi gond, csak ők máshogy értelmezik a udvariasság szabályát, hogy így szépen mondjam. Aminek például nagyon egyszerűen közlekedésben nincsenek szabályok. Nincs féklámpa, nincs index, nincs körforgalom, jobbra előzés, balról előzés. Én ezt, mi nekünk magyaroknak eleve a közlekedés egy kulcspont, és az, amiben föl tudjuk egymást idegesíteni. Meg kellett ezt szokni, gondolom. Nem tudom, én nem tudom megszokni. Én nekem ez nekem, ha valaki a közlekedésben nem tartja be a szabályokat, az egy tiszteletlenség, ezt nem szeretem. El kell fogadni. Megszokni nem tudom. Tehát itt, hogy a körforgalomba indexelek, bemegyek, az, hogy átengedjük egymást az úton, én alig vártam, hogy Európába tudjak vezetni. No, Kiskunhalas, Tájföld, Mexikó, Honduras. Honnan, hová tart most Szabó Tamás? Egyiptomba tartok. Nagyon érdekes, amikor búvárként az ember munkát keres, és kérem, ne vegye senki nagyképűségnek, de amikor búvárkodással kapcsolatban keresi munkát, akkor Mauritius, Maldív, Mexikó, tehát
kinyílik a világ. Az, hogy most a repülőre Ferihegyen hova szállok föl, az pont teljesen mindegy. És én nagyon szerettem volna valahol közelebb jönni Magyarországhoz, ne 2,5 napig kelljen utazni oda-vissza, ha családommal valami van, tudjak jönni. Úgyhogy én most Egyiptomba megyek, ez egy magyar cég, fél magyar cég, úgy hívják ezt a fajta merülést, hogy live aboard. Egy nagy hajó, nevezzük egyszerűen egy jaktnak, ahol 5 napig tartózkodok, 5 éjszaka, 6 nap, és Egyiptomba folyamatosan megyünk, és a legkomolyabb, legszebb helyeket bemerüljük. 6 napon keresztül nem köt ki a hajó, csak megyünk és merülünk. És ide fogok menni, hát szeptember 1-től van munkavállalás, én valószínű 1-2 héttel hamarabb elmegyek, hogy szokjam a környezetet, úgyhogy Egyiptom. Azzal kezdtük a műsort, hogy jött az életedben egy olyan pillanat, amikor érezted, hogy menni kell. Lehet, hogy a tévénézők közül is vannak jó néhányan, akik azt mondják, hogy abban a taposó malomban, amelyben benne vannak, az nem biztos, hogy jó. Kényszerből, a pénz miatt, a bármi miatt, a társadalmi elvárások és a többi miatt annak meg kell felelni. Mit tudsz nekik javasolni? Mert te boldog vagy? Hogy megérted ezt? Én nekem az első számú szándékom ezzel az interjúval az volt, hogy azoknak az embereknek tudjam fölhívni a figyelmet arra, hogy mindig van megoldás, mindig van lehetőség. Ne ragadjunk be egy élethelyzetbe, tehát mindig, tök mindegy hány évesek vagyunk, mennyi pénzünk van. Ha valahol nem érezzük jól magunkat, akkor tudjunk váltani. És mindenkinek joga van a boldog élethez. Ha menni kell, menni kell. Ha váltani kell, váltani kell. Most ez nem jelenti azt, hogy mindenki mondjon föl holnap, nem csak munkavégzéssel kapcsolatban mondom ezt, de ha valami sokáig nem megy, erőltetjük, csináljuk, váltsunk. Mindenkinek megvan a lehetősége, és egy életünk van. De azért nem könnyű. Nem. No, nem. És van egy ilyen mondás egyébként, hogy az igazi élet a komfortzónán kívül történik. Igen. Nem nehéz, vagy nem könnyű, valószínű nehéz lesz, az se biztos, hogy sikerül, de próbáljuk meg. Oké, most jön Egyiptom. Hol fogod kidobni a horgonyt? Hát én úgy tudom, hogy tehát először Budapest húrgonyt. Nem erre gondolok. Az életedben hol dobod ki a horgonyt? Nem tudom, ez mindig egy olyan, hogy szeretnék családot, jó lenne, nem nagyon megy, most az élet, amit élek, ez nem egészen abba az irányba visz. Nem tudom, én nekem most az a célom, hogy én meg szeretném merülni a világ legjobb helyeit. Minél több embert megtanítani merülni, és hogy ha az élet kegyes hozzám, akkor hát, ha valakit mellém sodornak a hullámok. Legyen így. Köszönöm szépen, hogy elmondtad, és szabadon foghatunk, hogy egyszer egy ilyen kis kiállítást majd láthatunk itt esetleg. Igen, nekem ez az egyik kitűzött célom, szeretnék a fényképeimből egy kiállítást bemutatni, egy kis tárlatvezetést, és ezért is tervezek egy vlog indítását, majd meglátjuk, nagyon sok munka meg nem tudom. De szeretném átadni egy kicsit a lakosságnak, meg a magyar népnek, elég kevés óceánunk van, meg tengerünk, kicsit megismertetni, hogy milyen jól néz ki. És egyébként a búvárkodás elérhető sport magyarok számára, ha valakit érdekel, én nagyon szívesen tudok magyar búvároktatókat ajánlani, akár Magyarországon, de én kint leszek Egyiptomba, nem olyan nehéz Egyiptomba eljutni. Köszönöm szépen a beszélgetést, és tényleg legyél sikeres, aztán a horgony is eljön egy idő pillanatban. Köszönöm a beszélgetést. Szépen. Kedves nézőink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Legközelebb augusztusban találkozunk egy műszaki technikai leállást követően. Számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre. Szép estét, viszontlátásra! Halas Termál, termálfürdő, uszoda és kemping. Próbálja ki ön is csipke gyógyvizünket, ízületei hálásak lesznek ezért az élményért. Frissüljön, gyógyuljon a halasi csipke városában Kiskunhalason, a Halas Termál fürdőben.
kerékpározzon át velünk Szabadkára. Erre jó alkalom a 13. Poliken Kiskunhalas Szabadka Barátság kerékpártúra. A Halasi Városmenedzser Kft. És a Halasi Bringa Barát Klub szervezésében augusztus 24-én reggel 7 órakor indul a túra testvérvárosunkba. Rengeteg látnivaló, jó társaság vár a kerékpáros vándorokra. A részletes kiírás, programterv, valamint a regisztrációs lap megtalálható a halasmedia.hu hírportálon. 19 óra körül várható a hazaérkezés Kiskunhalas főterére, ahol 3 kerékpárt is kisorsolnak a regisztrált résztvevők között.